A 70-es évek hazai sport életének két rendkívül népszerű és rendkívül eredményes szereplője látogatott el Nyíregyházára, hogy a sportág választásról, a célokról, a motivációról és a sikerhez vezető útról meséljen az érdeklődő fiataloknak. Az olimpiai, világ és Európa bajnok korábbi vízilabdázó, a nemzet sportolója, Faragó Tamás a sporton túli tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal. Valójában a Magyar Halhatatlanok Egyesületének a meghívására vagyunk itt. Igazából ez a nemzettudat, sikeresség, a sport iránti szeretet, ezt, amit próbálunk a fiatalok felé közvetíteni, és hát természetesen úgy gondoljuk, hogy ez kötelességünk is. Remélem, hogy amiről beszélünk, esetleg valami megmarad, és tanulság is lesz belőle. A négyszeres világ és négyszeres Európa-bajnok Jónyel István szerint akár a sportolást, akár a tanulást helyezi valaki előtérbe, fontos, hogy teljes odaadással csinálja. A nemzet sportolója a hasonló rendezvényeken saját példáján keresztül igyekszik inspirálni a fiatalokat. Fiatalságot pedig megpróbáljuk felszólítani felkiáltó jellel, hogy igenis kezdjék el a sportot, az életben nagyon sokat tudnak ebből profitálni, az életben is, tehát hogy bármit választanak, akár a tanulást, akár a sportot, vagy bármi más szakmát, az csak alázattal és nagyon nagy odafigyeléssel lehet megoldani. Az Aqua Ese 5 évvel ezelőtt indított el a Példaképek közelerő rendezvénysorozatot. Az egyesület elnöke szerint a kezdeményezés maximálisan elérte a célját. Rettenetesen motiváló, nem tudok mást mondani szavakkal kifejezve, csak azt, hogy óriási élmény a gyerekek, illetve felnőttek részére, hogy ilyen halhatatlan sportolókkal tudnak találkozni. Dr. Faragó Tamás amúgy is közelebb áll a sportága miatt, mint olimpiai bajnok vízilabdázó az Aqua Sport Egyesülethez, de mivel megtaláltuk azt a vonalat a Pazonyi György kollégánk olimpia kutató személyében, hogy együttműködve, együtt szervezve ezt a programot más sportágak felé is nyitunk, ezért mindig próbálunk olyan sportágakból is olyan halhatatlanokat ide csábítani, akik megfelelően tudják motiválni, illetve képviselni a saját sportágukat, meg a gyerekeket egy olyan szintre felhozni, akár mentálisan ebben a rövid idő alatt, míg előadást tartanak, hogy legyen egy példakép előttük. A Példaképek közelről következő rendezvényét tavasszal tartják, azonban még az idén is lesz egy neves vendége az egyesületnek. Nagy Viktor, világbajnok vízilabda kapus, ugyanis a nyíregyházi sportuszodában mutatja be december 4-én a pályafutásáról készült könyvet.